Így néznek ki a szélvihar után a megtépázott fóliasátrak. A hétvégi viharok okozta mezőgazdasági károk elsősorban a fóliás zöldségtermesztést érintették. Az Agrárminisztérium megkezdte annak vizsgálatát, hogy költségvetési átcsoportosítás révén milyen módon lehetne rendkívüli közvetlen támogatási lehetőséget biztosítani a kárt szenvedett gazdálkodóknak. Ezzel egy időben a minisztérium felkérte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, hogy a falugazdászok közreműködésével mérje fel a keletkezett károkat. Ahhoz, hogy valakinek, hogyha bekövetkezett bármilyen káreseménye a viharkárok folyamán, hogy első lépésként a Magyar Államkincstárral tudjuk felvenni a kapcsolatot, ha gazdálkodónak szüksége van rá, akkor természetesen segítünk. Hogyha önálló meg tudja oldani, akkor a MÁK-nak van egy ilyen elektronikus oldala, ahol fel tudja keresni az Államkincstárat, és a kárnyítési alapba be tudja jelenteni a kárát. Nagyon fontos, hogy a gazdák a károkat az elszenvedéstől számított 15 napon belül jelentsék be, hogy az elbírálás minél hamarabb megvalósulhasson. Egy új, innovatív kockázatkezelési lehetőséggel is segítik a gazdálkodók kárenyhítését. A tavaly évben létrejött egy új innovatív rendszer, ami egy krízisbiztosítási alapot jelent. Itt az ügyfeleknek, vagy a gazdálkodóknak nem csak arra van lehetőségük, hogy a növényi kultúrába elszenvedett károkat tudják kompenzálni, illetve tudjanak kártérítést kérni, hanem az előállított képek szerkezete berendezésekbe is tudnak egyfajta segítségnyújtást kérni ezzel a krízisbiztosítási alappal. A krízisbiztosítási rendszerben még nem később bejelentkezni, idén február 1 és február 28 között tehetik meg a termelők. Tolna megyében 11 káresetről érkezett bejelentés.